Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi a csatornánkat, követi a videóinkat. A Tour de Hongrie miskolci versenyén vagyunk. Nem sokára megérkezik a mezőny, miközben számtalan játék lehetőség van felnőttek és gyerekek számára. Feltett szándékunk, hogy készítünk egy interjút a miskolci szakasz leggyorsabb magyar versenyzőjével. Fantasztikus teljesítmény! Bravo, Marci! Első helyen végzett, és az aranyérmet továbbá a szakaszgyőztesnek járó serleget kapja az Israel Cycling Academy versenyzője, Kriszt Neyland! Köszönjük, a második szakaszon legjobban teljesítő magyar kerékpáros, nem más, mint a Kométa Cycling Team versenyzője, Dina Márton! Mellettem Dina Márton, aki a mezőnek a legeredményesebb magyar kerékpárosa volt. Megkérjük, hogy értékelje a napot. Szerintem nem volt egy nagyon nehéz nap, a második emelkedő volt igazán nehéz. Az első emelkedőn már így egész gyorsan mentünk föl, de addig az Androni így kontrollálta az elmenést, és így gyakorlatilag gurulgattunk egész nap. Elég jó kiszámolták, pont a második emelkedőn értük utol a szökést. Nem titkolt cél volt, hogy ezzel szeretnénk megszórni a mezőnyt, ugye, hogy kétszer kell a szentkereszti kört úgymond megtennetek. Mennyire érzékelted azt, hogy ez sikerült? Szerintem lehetett volna gyorsabban is fölmenni, úgyhogy tavaly talán azért nagyobb volt a tempó. Magadtól ezt vártad? Igazából én elég jó erőben éreztem magam, a csapattársam támadott, én csak ott próbáltam kontrollálni az eseményeket. Folytatástól mit vársz? A sprinterünknek szeretnék segíteni, hogy szakaszt nyerjen esetleg. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess minket Facebook és Instagram oldalainkon is.